Ugye elsősorban a meglévő betonból készült rossz állapotban lévő járda szakaszokra koncentrálunk. Ugye már felújításra került a Hunyadi utcán egy rövidebb szakasz, a Homokkert utcán egy rövidebb szakasz, most a Pócsi utca 11 és 72 szám között. Tehát gyakorlatilag a buszmegálló és a, a Mártirok útja közötti szakasz kerül felújításra. De fogunk majd új járdaszakaszokat is építeni, például a Fáj András utca, tehát a Társasház és a Bátri Anna általános iskola közötti területen lesz majd járdaépítés. A posta mögött már most kiárt, gyalogosok által kiárt területre is. Ez a járdaépítés, járdafelújtás most ez egy egyedi eset, vagy egy külön programnak a része? Minden évben tervezünk járda felújítást, járda építést. Nyilván ez az önkormányzat költségvetésétől függ, hogy mennyit tudunk megvalósítani. Igyekszünk minden olyan járda szakaszt felújítani, ami, ami rossz állapotban van. A járda felújítások mellett az utakat is javítják. Milyen munkálatok zajlanak jelenleg? Minden év tavaszán megrendeljük a, az aszfalt burkolatjavításokat. Már ötödik éve ugyanez a vállalkozó, ugyanaz a cég végzi ezeket a munkálatokat. Ugye a hagyományos módtól eltérően, tehát a, a problémás aszfalt felületet nem körbevágják és úgy dolgozzák be a, az aszfaltot, hanem felmelegítik az érintett területet, így sokkal tartósabb ö, marad a, a javított felület. Milyen utcákon, utakon kátyúznak? Nyírbátó a városban minden önkormányzati úton, ahol van bármilyen ö, ö, problémás terület, azt javítjuk. Rákóci utca, Édesanyák útja, Fáj András utcán, de mindenhol. mindenhova eljutunk, ahol ö, ö, vagy kátyú van, vagy ö, vagy például aszfalt gyűrődés, vagy sűjedés, ezeket is javítjuk mennyi ideig tartanak a járdafelújítási, illetve a kátyúzási ö, munkálatok? A járdafelújítás egész évben ö, egész évben fog tartani, ezeket majd a közösségi médiában ö, jelezzük. A kátyúzási munkálatok pedig még a következő két-három hétben biztosan eltartanak. E, és ezt lakosság szíves türelmét kérjük ezúton is.